egy letűnt kor emlékei. Hanglemez borító kiállítás nyílt a Csokonaiban. Karácsonyi ajándék jótékonyságból. Adományokat gyűjtenek karácsonyra a családok átmeneti otthonában élőknek. Legyen ön is angyal, tegye szépé hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyát. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota érdeméremdíj. December 1-jéig várják az ajánlásokat. Iskolai hiányzás. Kompetens-e a szülő a gyermek távollétét igazolni? Olyan kiállítás nyílt a Csokonai rendezvényházban, amire itt még nem volt példa korábban. Bakelit lemezborítókkal van tele a kiállító teremfala. Bakelit lemezborítókkal, ami az 1990 előtt születettek számára nosztalgikus emlékeket idéz, a 2000 után születettek számára viszont jó eséllyel semmit sem. Mondhatjuk persze, hogy jól van ez így, hiszen a vinil egy letűnt kor technikai emléke, pont mint a kazetta. Viszont éppen ezért ajánlható a kiállítás azoknak is, akiknek a mindennapjaik részei voltak a lemezek, és azoknak is, akik azt sem tudják, mi a jó ég az a fekete korong, amit ezek a borítók rejtenek. Ezeknek a retro lemezeknek nagy reneszánsza van mostanában, most kezdik újra felfedezni a fiatalok is ennek az értékét. Amiket betettünk arra a keretekbe, azok olyan lemezek, amik ilyen emlékeket idézhetnek fel, és így beszélgetéseket tudunk róla kezdeményezni a közönségünkkel. A klasszikus lemezek közül a Sydney Rome-ot emelném ki, amit ki is próbáltam a közösségi médián, hogy kinek milyen emlékei vannak róla. Az egy aerobik lemez a 80-as évekből, ami sok mindenkinek megvolt, így gyerekkori emlékeket vagy fiatalkori emlékeket idéz elő, hiszen Esztergály Összecili előadásában tornázhatunk egy ilyen 80-as évek topslágerei összeállításra otthon a kisfaluba akkor is, hogyha mondjuk nincs lehetőségünk, mert akkoriban nem volt lehetőség eljárni ilyen mozgásos csoportokba, főleg egy kisfaluba, és mindenki ezt hallgatta. Ez az a kiállítás, ami életkortól függetlenül mindenki számára érdekes lehet. A 40 felettieknek azért, mert ők még ezeken a lemezeken nőttek fel. A 40 alattiaknak meg azért, mert a saját szemükkel láthatnak technikai dinoszauruszokat. Szerintem itt együtt kellene eljönni családilag, és akkor az idősebbek elmesélhetnék, hogy hogy volt, mint volt, milyen emlékei kötődnek ehhez, illetve vannak a lemezek között olyan történelmi eseményekhez kötődők, mint az Illések és pofonok, ami 1968-as események, a csehországi eseményekhez kötődik, amikor az orosz beavatkozás történt, és ugye egy ilyen demokratizálódást akadályoztak meg, és akkor erre egy ilyen reménytelenség vagy hiába valóság témájú válasz lemez született az Illéstől. A kiállítás megnyitójának egy zenész is vendége volt. Egy olyan zenész, aki bár életkoránál fogva még emlékszik ugyan a bakelit lemez világra, ugyanakkor ma a digitális adathordozók világában alkot, így mindkét korszakban otthonosan mozog. Minden napjaim része volt, mert apukám is elég sok lemez felhalmozott, és azért ezt így nézegettem, meg hallgatgattam már egészen fiatal koromban is, meg mivel rengeteg zenekarnak a koncertjén jártam, ott azért a merchpultnál fel-fel tűnt egy-két ilyen lemez, és nem tudom, nekem ez mindig egy tök természetes dolog volt, hogy ez létezik, nekem ez nem volt sosem olyan élményem, hogy nem ismerem. Én igazából a legtöbb zenekart, akit nagyon szeretek, tőlük mindig veszek egy lemezt, vagy leginkább a legtöbbet, és hogyha tehetem, akkor alá is iratom a zenekarokkal, a művészekkel, úgyhogy ettől nekem mindig értékesebbek lesznek ezek, és igazából, hogyha otthon vagyok, akkor szinte kizárólag csak lemezt hallgatok. A lemezborító kiállítás december 15-ig látható a Csokonai Rendezvényház kiállító termében. Aki tudja, mi az a bakelit, annak azért érdemes megnéznie, aki nem, annak meg azért.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is számít az önök adományaira a Zöld 15 Egyesület, hogy azokból a családok átmeneti otthonában élőknek, különösen a gyerekeknek segíthessenek, ezúttal karácsony alkalmából. Az adományokat, ami lehet tartós élelmiszer, gyerekjáték vagy akár pénz is, a kerület több pontján felállított standokon fogadják a december 18-ai héten. Ahogy az előző években most is különböző boltok előtt várjuk elsősorban az adományokat, jelen esetben Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán is megtalálhatóak leszünk. Újpalotán a főtéren, Rákospalotán a Kossuth utcai kóp előtt, Pestújhelyen pedig a Mézeskalás tér is pár előtt leszünk megtalálhatóak. December 18-ai héten kezdődik maga az adománygyűjtés, ez hétfőtől tart pénteki napig. A pontos dátumokat az Egyesületünk honlapján, illetve Facebook oldalán fogjuk majd közzétenni. Az előző évekkel ellentétben idén már pénzbeli adományokat is tud fogadni Egyesületünk, akár a helyszíneken, adománygyűjtő doboz formájában, vagy a honlapunkon SimplePay-es alkalmazás segítségével is tudnak adományokat adni az emberek, és a befolyt összegből Egyesületünk még egy nagy bevásárlást tart, és akkor az összes adományt juttatjuk el majd december 23-án az otthon lakóinak. Az adományok mellett az otthon lakói ruhákat és gyerekjátékokat is szívesen fogadnak. Az azonban fontos, hogy ilyen esetben előzetesen egyeztessenek a családok átmeneti otthonának vezetőivel. Az Aporháza utcai intézményben olyan családok élnek, akik valamilyen családi trauma miatt vesztették el önálló életvezetési képességüket, és emiatt intézményi segítségre szorulnak. Ők azok ugyanakkor, akik dolgoznak, munkába járnak, és az Aporháza utcai átmeneti otthonban tartózkodásuk valóban csak átmeneti, amint lehet, kiköltöznek és újból önálló életet élnek. A 15. kerületben 102 fő várja az adományaikat, melyből 65 gyerek. Ha jó szívvel segítenének nekik, ha könnyebbé tennék kicsit az életüket, különösen karácsonyra tekintettel, a Zöld 15 Egyesület standjainál életnek az adományozás lehetőségével december 18-ától, vagy előzetes egyeztetést követően a családok átmeneti otthonában is szívesen látják a segíteni szándékozókat. Az Igazgyöngy Alapítvány a Berettyóújfalun, Komádin, Magyarhomorogon, Körösszakálon, Körösszegapátin és Biharkeresztesen élő, hátrányos helyzetű gyermekek mindennapjait, most pedig a karácsonyát szeretné szebbé tenni. A kezdeményezéshez idén a Csokonai is csatlakozott. Ha névtelenül ugyan, de szívesen csalnának őszinte mosolyt egy nehéz körülmények között élő kisgyermek arcára karácsonykor, akkor nincs más teendőjük, mint az Igazgyöngy Alapítvány vagy a Csokonai honlapján megtalálható jelentkezési lapot kitöltve csatlakozni a kezdeményezéshez, majd választani az ajándékok közül. A kiválasztott ajándékot nem feltétlenül kell otthonukba rendelniük, ezt megtehetik közvetlenül a Csokonai Rendezvényház címére is. Ha ezt a lehetőséget választják, önök is kapnak ajándékot, páros belépőjegyet az egyik rendezvényünkre. Nincs tehát más dolguk, mint kiválasztani a játékot, megvásárolni és behozni hozzánk, mi pedig még karácsony előtt eljuttatjuk az Igazgyöngy Alapítvány diákjai számára. Az Angyalka akcióról bővebben honlapunkon olvashatnak, ahol mindjárt jelentkezhetnek is egy gyors regisztrációt követően. És ne feledjék, mindez sokkal több, mint jótékonyság. Ezeknek a gyerekeknek a fele sem adatik meg, mint egy átlagos családban élőnek. Számukra a karácsony kevesebb örömmel jár. Életüket játék és önfeled gyermekkor helyett nélkülözés és szomorú lemondások sorozata jellemzi, pedig ők igazán nem tehetnek semmiről, hiszen csak gyerekek. Hadd legyen legalább ez a karácsonyuk más, mint az eddigiek, hadd várja őket ezúttal ajándék a fa alatt. Segítsenek mosolyt csalni az arcukra, segítsenek nekik gyereknek lenni, legalább az ünnepekkor. A 15. kerületi önkormányzat idén is kiírta a Rákospalota Pestújhely Újpalota Érdemérem díj adományozásáról szóló felhívását, melyre még péntekig, azaz december 1-jéig várják a jelöléseket.
A Rákospalota Pestújhely Újpalota érdeméren díj annak a személynek adományozható, aki kerületi lakosként vagy a kerületben tevékenykedőként a kerület fejlődése, a közjó előmozdítása érdekében kifejtett példamutató és szakmailag kimagasló tevékenységet fejtett ki többek között az egészségügy, a szociális és családvédelem, a nevelés-oktatás, a művelődés, a sport, a közrend és a közbiztonság, vagy éppen a környezetvédelem területén. A javaslatban meg kell jelölni a tevékenységi területet, az elismerésre javasolt személy nevét, elérhetőségét, vagy az elismerésre javasolt közösség megnevezését, a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket, az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását, közösség esetén történetét. A rendeletben foglaltaknak megfelelően a javaslatot indoklással együtt, a terület pontos megjelölésével, a 15. kerületi önkormányzat polgármesterének címezve, a polgármesteri hivatal humánpolitikai osztályához lehet eljutatni a formanyomtatvány kitöltésével. Ne feledjék, a jelölési határidő december 1-e péntek. Korábban a kisebb betegségek okán egy-két tanítási napot kihagyó gyerek hiányzását nyugodtan igazolhatta a szülő, senki sem csinált gondot belőle. Azóta azonban szigorodott a rendszer, az iskola orvos által kiállított dokumentumokat vár a távollét igazolására. Az esetek többségében azonban a szülő is kompetens lenne az igazolás kiállítására. Úgy gondolom, hogy a szülő, aki születésétől fogva van a gyerekével, kellőképpen ismeri, hogy az a bizonyos tünet előfordult-e már, milyen mélységig, mondjuk egy láz, mennyire tud felmenni, egy torokfájás, mennyire viseli meg a gyereket, egy nátha körülbelül hány napig vonja ki a gyereket az intézményből. Én bízom a szülőkben olyan mértékben, hogy ők meg tudják ítélni, hogy ez most elnézést, de szimuláns, ha gyerek és dolgozatírás van, és nem akar iskolába menni, vagy tényleg tünetei vannak. Előfordulhatnak olyan események, amelyeket orvos nem igazolhat, csak a szülő. Temetés vagy esküvő például, de az ilyesmi előre látható, így napokkal, akár hetekkel előre értesíthető az iskola. Megtörténhet ugyanakkor, hogy nem ilyesmiről és még csak nem is betegségről van szó, hanem magas fokú stresszről, például fontos iskolai megmérettetés előtt. Előfordulhat, hogy a gyerek oly mértékben szorong, és olyan mértékben magas szintű a stressz egy nagy felmérés kapcsán, vagy egy nagyobb felvételi kapcsán, ami bizony a teljesítményére nagyon negatívan vonja rá a bélyegét. Igen, vannak gyerekeink, akiknek a stressz és a szorongás durva teljesítménycsökkenést okoz. Megint csak arra fókuszálnék, hogy kell tudnom a gyerekemnek nem csak a különböző képességeit, hanem a személyiség jegyeit is ismernem kell ahhoz, hogy tudjam, hogy most ez a hangulatváltás, változás, ez mentálisan egy megviselt állapotot jelent, vagy esetleg ez egy hirtelen fellángoló, nem tartós érzelmi állapot, és a gyerek szeretné kivonni magát ebből a szituációból. Ha a szülő úgy tapasztalja, hogy tényleg nagyon ramaty állapotban van a gyerek, szerintem ne tegyük ki őt egy ilyen abszolút negatív diszkriminációnak, mert az eredményesség az szinte borítékolható. Mint minden iskolát érintő esetben, az igazolások tekintetében is javasolt és érdemes akár még év elején megbeszélni a pedagógusokkal, mire van lehetőség. Sok kellemetlenség elkerülhető vele. Csütörtökön borongós, sokfelé csapadékos időre van kilátás. Az északi tájakon havazás is várható, máshol inkább eső hullhat. A szél inkább csak a Dunántúlon élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet mínusz 3 és plusz 8 fok között alakul. Pénteken folytatódik a csapadékos idő, több helyen kiadós csapadék mennyiség zúdulhat le. Az ország nagy részén eső várható, de délután átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Napközben 8 és akár 18 fok közé is melegedhet a levegő, de jellemzően 10 fok alatt marad a hőmérséklet. Szombaton ismét több felé lehet csapadék, nyugaton hó, máshol kezdetben eső, délutántól havas eső várható. A szél egyre több felé feltámadhat, a Dunántúlon erős, viharos lökésekre is számítani kell.
a maximumok keleten, délkeleten még 8 és 17, máshol 0 és plusz 7 fok között alakulhatnak.